pár hét múlva ültetik a burgonyát. Káposzta Mihálynak mintegy 50 hektár földje van. Ennek felén ültet krumplit. Ezt követi a káposzta. A konyhakertészetben nem igazán van lehetőség a gépesítésre. A csomagolást és a selejtezést kézzel kell elvégezni. A fejlesztés a hűtőházak és az öntözőrendszerek esetében lehetséges. A kelebiai termelő a csepegtetős rendszert vezetné be gazdaságában. Ezzel ki van már próbálva, olcsóbb, a víz jobban meg van spórolva olyan formában, nincs akkora elvárolgás, mert föld alá van víve, ha csöpögteti, az a 2-3 centire van belevíve fődbe is, akkor nincs kitéve annak a nagy melegbe kipárolgásnak. 4-5 ezer eurós beruházásról van szó. Ezzel csökkennének a költségek, és minőségibb lenne a termés, így megtérülne a befektetés. Több éves együttműködés van az egyik áruházza, és az folyamatosan viszi, folyamatosan fizet, nem olyan formában, hogy mindjárt hónap, de fizetnek, nincs gond. És hát még akkor van az orosz piac is. A legtöbb helyen már elvetették a sárgarépát, az időjárástól függően pedig sor kerül a többi zöldségfélére is.